1994 óta tilos külföldiek, illetve jogi személyek számára Magyarországon a földvásárlás. A befektetők ennek ellenére különféle zsebszerződésekkel közel 1 millió hektárnyi termőföldhöz jutottak. Szakértők szerint mintegy 20 féle ilyen szerződéstípus létezik ma hazánkban, a földforgalmi törvény tervezete pedig több kiskaput is hagy a spekulánsoknak. A tervezetet nyáron nyújtotta be a parlamenthez a kormány, erre 204 módosító javaslat érkezett. Ezeket 176 hazai civil szervezet is értékelte. A témában Rakamazon tartottak fórumot, itt elhangzott, a jelenlegi tervezet a korábban már elfogadott nemzeti vidék stratégiával is szembe megy. Azt a modellt támogatjuk, amelyben a családi gazdaságok jutnak nagyobb szerephez, illetve ezeknek a szövetkezése az, ami megerősíthetné a magyar vidéket, ezért is üdvözöltük azt, hogy az alaptörvény legutóbbi módosításakor a családi gazdaságokról szóló törvénytervezet is bekerült a sarkalatos törvények sorába. Minél hamarabb szeretnénk megismerni ennek a tervezetét, szeretnénk látni egy olyan mezőgazdaságot, ami a magyar vidék feltámadását biztosítja, azt, hogy egy fenntartható útra álljon rá a termelés, a feldolgozás, a helyi kereskedelem, illetve hát az ehhez kapcsolódó tevékenységek. A fórumon elhangzott, a földforgalmi törvényhez benyújtott civil állásfoglalásról a vidékfejlesztési miniszterrel korábban egyeztettek. Érdemi állásfoglalás azóta nem született, pedig a tervezet szerintük több kiskaput is tartalmaz. A vidékfejlesztési miniszter felajánlotta, hogy találkozzon velünk, és akkor a találkozón meg is beszéltük a javaslatainkat. Úgy tűnt, hogy a kormány elképzelései között számos olyan van, ami elképzeléseinkkel is találkozik, de ugyanakkor írásban a mai napig nem láttuk, hogy konkrétan milyen módosításokat tervez a kormány, úgyhogy addig egyértelmű véleményt nem tudnánk arról mondani, hogy milyen irányban fog módosulni ez a helyzet. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy mindaddig, amíg ebben a témában nem születik végleges jogszabály, addig fontos, hogy a társadalmat is tájékoztassuk ezekről a javaslatokról. Fontos a társadalmi vitát folytatni, és hát ezért is szerveztük meg ezt a mostani fórumot. A fórumon az is elhangzott, a földvásárlásra vonatkozó moratórium 2014. május 1-én jár le. Emiatt a földforgalmi törvényen kívül a többi lényeges agrárszabályozási törvény tervezete ügyében is fontos a további konzultáció.